A Német Nemzetiségi Önkormányzat mutatkozik be a következő beszélgetésben. Fekete György elnök helyettese vendégünk, üdvözlöm. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Beszélgetésünknek ugye az az apropója, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat életében is új ciklus kezdődött, tehát ugye újra indul a munka, vagy folytatódik? Hogy tekintsünk erre? Hát azt nem lehet mondani, hogy újra kezdődik, mert aki 4 évet becsülettel dolgozott, aki 4 év alatt megteremtette a keleti nemzetiségi életet, aki évről évre újat hozott, és nem úgy fejezte be a 4 éves működését, hogy kiürítette a kasszát, hanem 8 millió forintot hagyott benne bizakodva, hogy azt még majd a saját elképzelései szerint el fogja tudni költeni, akkor azt gondolom, hogy elegendő munícióval kellett rendelkezni ahhoz, hogy bizakodva tekintsen a következő 5 év elé. Mielőtt folytatnánk, csak mondom a nézőknek, hogy ugye Molnár Hajnalka elnököt is vártuk a beszélgetésbe, aki most valami hátráltatás miatt végül is nem tud itt lenni. Nagyon fontos dolgokról kell beszélgetnünk. Mi a titka a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak? Említette ezt is, hogy a menedzsment is sikeres, és kívülről is látszik az, hogy az egyik legaktívabb, hanem a legaktívabb nemzetiségi önkormányzat itt a kerületben. Mi a titok? A titok szerintem egyfelől van alap a kerületben, tehát megvannak a német nemzetiségi intézmények, megvannak a családok. Ha ez nem lenne, akkor lehet itt egy parádés elnökség. Én azt gondolom, hogy akkor sem lehetne csodát tenni. De ennek ellenére a szó jó értelmében gondolva természetesen nem nagyképűen. Annyira erős a német önkormányzat és egyébként a vezetősége, hogy e tekintetben szinte mindegy, hogy melyikünk üldögél ezen a széken, vagy melyikünk nyilatkozik, hiszen mind a ketten nagyon elkötelezettek vagyunk ez iránt. Azt gondoljuk, hogy az, ami az elnök asszony fejében van, és nagyon sajnálom, hogy éppen most nincs itt, mert az utolsó pillanatban munkáltatója akadályozta meg abban, hogy ide el tudjon jutni. Karácsonyi Schwab műsorral készülnek éppen a gyerekeknek, és ráosztották ezt a feladatot sok betegség miatt. Úgyhogy én nagyon sajnálom, hogy nincsen itt. De hát igyekszem majd egy szemében akkor ezt most megoldani. Úgyhogy nagyon erős az elnökség, és nagyon erős az összetételünk, hiszen elkötelezettek, hitelesek, kreatívok, és úgy tűnik, hogy egyre szélesebb nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkező képviselőtestület vagyunk. Nagyon sok érdekes hagyományt honosítottak meg itt a közösségen belül, de olyan hagyományokat, amelyek ugye szélesebb közösségnek is szólnak, ugye a Szent Márton napi ünnepségtől kezdve az olvasás éjszakája, a cukertűte a gyerekeknek, tehát nagyon sok olyasmit, ami német eredetű szokás, és aztán itt is gyökeret vert. Ezeket a maga helyi közösség működése inspirálja, vagy éppen ezek a nemzetközi kapcsolatok, honnan jönnek ezek a jó ötletek? Az ötletek sokszor a Molnár Hajnalkának a 20 éves szakmai múltjából és az őseinek a véréből, ha úgy tetszik. Ott erősebb a vér, mint bennem. Bennem meg a kreativitás, illetve az, hogy én meg sokkal inkább a világra kitekintő ember vagyok. És hogyha azt olvasom, hogy 175 éve például ugye egy hamburgi lelkész például megalkotta az első adventi koszorút a maga 28 darab gyertyájával és kocsikerekével, akkor bennem megindul az, hogy akkor lehet, hogy el kellene menni ebben az évben, mondjuk Berlinbe megkeresni azt a házat, ahol ez annak idején felfüggesztésre került. De ugyanilyen, hogy ugye turizmussal foglalkozom, hogy Aigen környékére megy a következő német nemzetiségi tábor jövő nyáron, és teljesen véletlenül kiderült, hogy nem messze Pürg vagy hasonló nem kis település, még olvasnom kell egy kicsit, de már megtaláltam a forrást. Derül ki, hogy ott született a Stillenáknak a szövege is, meg a dallama is, meg a zenéje is. Úgyhogy ezek aztán azt mondjuk, hogy akkor most ne Bécsbe menjünk el adventel, de a gyerekekkel, mert az aki nem volt, annak természetesen érdekes, de nagy képviség nélkül lehet, hogy 2 napra inkább valahogy valami támogatást keresve, akkor ilyen helyekre látogassunk, és így jönnek be az újabb és újabb olyan programok, ami részben nemzetiségi, de részben egyébként meg a különböző egyházaknak a köréhez is tartozó ünnepeknek a megtartása. De egyébként nyilván, és hadd idézzem a Hajnit, aki nyilatkozta a választások előtt, hogy egészen biztos új programokat szeretne megvalósítani 2015-ben, mint például a virágszőnyeg, ami nagyon sok helyen egy fantasztikus és egy látványos ünnep. Meglátjuk, hogy mire lesz pénzünk. A nemzetközi kapcsolatokra meg, ha külön kérdez, akkor nagyon szívesen válaszolok, mert az egy külön kérdést is megér valószínű. Akkor rákérdezek. Én úgy kérdeztem volna fondor módon, azt arra lettem volna kíváncsi, hogy az önkormányzat, tehát a nemzetiségi önkormányzat külön ápol el kapcsolatokat például
a Bajor testvérvárossal, vagy annak intézményeivel, ez is egy nagyon fontos szál ugye a kerületben, vagy ez egyszerűen így a nagyobb önkormányzaton keresztül történik ez a dolog? Hogy szerveződnek ezek a kapcsolatok? A nagyobb önkormányzatnak is megvan természetesen a testvérvárosi kapcsolata, de a miénk más, tehát minden évben kint vagyunk, nem hosszú időt töltünk kint, kifejezetten csak szakmai kérdésekre koncentrálunk. Ha van olyan projektünk, aminek van értelme, mint például ugye a két év után felállított ünnepfa, akkor ők ezt anyagilag is támogatják. Ha azt mondja elnök asszony, hogy neki gyerek könyvekre van szüksége, mert a Lézenáton a könyvmolyok éjszakáján még kéne egy pár száz darab újság, kiadvány, bármit még meg lehet rágni a könyvmolyoknak, akkor azt arról beszélgetünk. Ám hogyha messzebb megyünk, akkor és idén már messzebb mentünk, mert még éppen, hogy vége voltak a választásoknak, és még nem készült el névjegykártya sem, de már Brüsszelben voltunk a múlt hétvégén. Na csak, mi történt ott? Álmodtunk egy nagyot, tehát ez amikor a kisember valahonnan a világ végére azt mondja, hogy elmegy a királyhoz. Hát ez valami hasonló érzés volt bennünk, mert azt mondtuk, hogy elmegyünk az Európa Parlamentben képviselőkhöz, el szeretnénk jutni szakmai bizottságokig, és meg szeretnénk tudni, hogy valóban vannak-e források, ha vannak, azok kifejezetten csak pályázat útján elnyerhetők-e, vagy személyes kapcsolatokon keresztül is működhetnek egyedi kérelmek teljesen legális módon. Természetesen a mai magyar világnak megfelelő, vagy a nemzetközi világnak megfelelő lobbisták segítségével. Úgyhogy így módon szerencsénk volt, mert akivel szerettünk volna találkozni, találkoztunk. Erdős Norbert parlamenti, Európa parlamenti képviselő úrral, de rajta keresztül eljutottunk az Európa Parlament Oktatás és Kulturális Bizottságának a magyar alelnökéhez, aki kárpátaljai képviselő egyébként, vele is tárgyaltunk, és ami egy egészen különleges lehetőség, itt pedig hát saját családomnak a kapcsolatai révén sikerült ilyen családi kapcsolaton keresztül eljutni a kelet-belga parlament elnökéhez, aki korábban 15 évig a miniszterelnöke is volt ennek a kis államnak, ami azért érdekes, mert egy 77 ezeres populációnak a vezetője, önálló közigazgatással, önálló intézményekkel, német nyelvhasználattal, teljes autonomiára, önálló államra való törekvéssel, ez idős bácsi, és amikor egy óra után válveregetve kijön az ember, akkor azt gondolom, hogy és egy konkrét dátumra április 16-a, 18-a közöttre visszahív, hogy vezessünk egy magyarországi németeket reprezentáló delegációt, ami nem azt jelenti, hogy a magyarországi németek elnökét kell vinni magunkkal, hanem ez egy ilyen pilot program jellegű, mi általunk kitalálható együttműködés, amit tartalmát nekünk kell kitalálni, de egyébként nemzetiségi oktatás, német nyelvoktatás, német önkormányzatiság, nemzetiségi intézmények működtetése, alapítása, átvétele, minden ilyen kérdéskör és tapasztalat megbeszéléséről szól. Ígéretet kaptunk, hogy még ennek a programnak egy jelentős költség hányadát még át is vállalják. Tehát akkor, ha jól értem, akkor egyrészt kapcsolatot is építenek, másrészt pedig gyakorlatilag forrásokat kutatnak föl, tehát európai forrásokat kutatnak föl itteni projektekhez, illetve olyan projektekhez, amelyek a német nemzetiségi önkormányzatot bekapcsolják az európai vérkeringésbe. Ez így van, és azt látjuk, hogy valahol most jó időben voltunk jó helyen, mert vannak és voltak kapcsolataik az országos német elnökséggel, a fővárossal is, és vannak elakadt programok, amiket ők szerettek volna. És hogyha most ide eltökélt, ambiciózus emberek érkeznek, akik szeretnek valamit tenni, akkor ez neki kifejezetten jó, mert megvannak a kapcsolódási pontok, tudják, hogy mi az, amit ők annak idején szerettek volna, látják, hogy mi hasonlóban gondolkodunk, mert szeretnénk valósítani. A pénz úgy tűnik, hogy egyébként Brüsszelben, de egyébként Strasbourgban sem kérdés. Strasbourg kapcsán szeretnénk, hogyha elnök asszony személyesen tehetne majd egy bejelentést, mert ez egy olyan volumeni bejelentés, aminek a szándéknyilatkozata már a birtokomban van. Keleti rászorult németekkel kapcsolatos felajánlás egyébként Brüsszelből. Én azt gondolom, hogy példa nélküli a nagyságrend is, meg a szándék is. És valóban egyébként a kapcsolat és a támogatás egymástól nem szétválasztható fogalmak. Nagyon nagy dolgok vannak itt készülőben, amelyeket, hogyha jól érzékelem, még nem mond ki, ugye addig, amíg biztossá nem válnak. Nem is én szeretném kimondani, tehát én azt azért meg szeretném tartani, tehát azért nem véletlenül cseréltünk a Hajnival helyet. Azt gondoljuk, hogy mind a ketten ugyanolyan képességekkel, ugyanolyan vezetői képességekkel rendelkezünk,
és azt gondolom, hogy talán pont ez mutatja azt az erőt, hogy bármelyikünk különben a székben ugyanazt a munkát fogják látni a kerületben, és a protokoll meg a tisztesség megkívánja, hogyha valami igen komoly dologról tudunk tájékoztatni bárkit, akkor azt tegye meg az elnök asszony. Akkor részleteket nem mondjunk, ugye, mert ezek még, ezt majd akkor ő fogja kimondani, de általánosságban ugye a következő 5 évre előre tekintve, hova szeretnék a hangsúlyokat helyezni, mik azok a főbb irányok, amelyek felé el szeretne mozdulni a Német Nemzetiségi Önkormányzat, mit céloznak meg? Amivel nem szerettünk volna foglalkozni, mert azt gondoltuk, hogy ez menni fog, mégis azt látjuk, hogy anélkül, hogy bele szeretnénk beszélni nemzetiségi intézmények életében, azt látjuk, hogy van, amikor probléma, hogy éppen az egyikben nincsen nemzetiségi óvónő, az iskolában nincsen elegendő kvalifikált német nemzetiségi tanító vagy tanár, akkor lehet, hogy ezekkel a kérdésekkel kell foglalkoznunk valamilyen oly módon, hogy felajánljuk a segítségünket. Tehát nem tolakodunk, hanem felajánljuk. Azt gondoljuk, hogy erre mindenképpen szükség van. Hogyha ehhez más típusú segítségre lesz szükség, akkor azt testületülésen megbeszéljük, és akkor arról is fogunk dönteni. Hiszen nagyon jó tapasztalatok vannak a környéken levő német nemzetiségi iskoláknál, ahol sokkal kötöttebbé, átformáltabbá vált az együttműködés a német önkormányzat és az iskolák fenntartói között. Ez egy következő kérdés lehet. Ami inkább érdekes az, hogy tartós és folyamatos maradjon az önkormányzattal a kapcsolattartás. Ugye az önkormányzatnál is személyi változások vannak, hiszen más alpolgármester felügyel minket. Az első találkozásokat követően egészen nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat számára ez nem okoz semmiféle törést. Egészen biztos vagyunk benne, hogy az elképzelésünket ugyanúgy fogják támogatni, mint eddig. Nyilvánvaló váltásnak meg kell történni a hivatalban is, nálunk is. Ez egy nehéz év, nehéz évvégével. Hivatal nyitvatartása nem alkalmazkodik a Német Nemzetiségi Önkormányzat életéhez, hiszen a zárást követően rendezvényeink vannak, közmeghallgatás van. Egyéni megoldásokat kell itt is találni, de kreativitásra meg jó szándékra ezek mind megoldhatók. És egyébként pedig minden évben szeretném továbbra is újat. Tehát azon nem változtatunk, hogy ami sikeres, azt tovább visszük, ami meg új, azt megvalósítjuk. Ez mindig azt jelenti persze, hogy egyre többet kell dolgozni, de most egytől fakad az a 4 képviselő, aki ebben a testületben ül, úgyhogy én azt gondolom, hogy illene ezt az egységet megtartani, ezt az erőt megtartani, példát mutatni, és hát a kerületnek egyébként azt tudom mondani, hogy azért a választások kapcsán azok, akik rajtunk keresztül kérték a regisztrációkat, és a visszajelzéseik alapján, és a választási jegyzőkönyvek alapján azért csak azt tudom mondani, hogy nem a teljes kerületre vonatkozóan, de azok, akik minket támogattak, 90%-a ellen szavazni. Én azt gondolom, hogy ez példanélkül. Na most egy ekkora bizalommal egyetlen egy dolgot lehet tenni, élni és nem visszajönni. Ami sikeres, ezt megtartják, említette, és beszéltünk már arról itt az előbb, hogy készülnek a Schwab karácsonyra, ugye ez majd 2-3 éve megkezdődött. Ez a harmadik, igen. Ez a harmadik. Nagyon sikeres, és egy nagyon szép hagyomány, amit ugye 3 évvel ezelőtt teremtettek meg. Tehát akkor lesz idén is Schwab karácsony, mikor és mit kell tudni róla? Csapjunk egy kis hírvelést neki, ha már. A Schwab karácsony az egyik kedvencünk. Azért egyébként, mert ez az év egyébként is a szétesésekről, a felrobbanásokról, kapcsolatokról, munkahelyekről, egyének mindenféle katasztrófákról szólt. Tehát a világ nem egy irányba megy, letükröződik ez a családokban is, közösségekben is. Ez nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy ilyenkor csak olyan rendezvények hasznosak és igazából előremutatók, összetartók, amelyek a szeretetről szólnak. Most a karácsony kapcsán a szeretetet nem kell megmagyarázni, de a fényt sem. Ezek mind a világ legerősebb energiái, nem belemenve semmilyen spirituális kérdésbe, már az is egy érdekes vonulata lehetne ennek, de szóval ezekre mindenképpen szükség van, ez nagyon-nagyon erős. Ha valami hiányzik bárkinek, az az ereje, a fénye, a világossága, az összetartása, a szeretete. Na most, hogyha mi ezekről tudunk beszélni, és egy ilyen rendezvényre el tudunk hívni embereket, a helyszín megváltozott, mert nem a Havannán lesz, hanem a Szemeretelepen, a Tátrafüred téri templomban, illetve a Don Bosco elmúlt hónapban átadott, szépen felújított művelődési házában. A program nem változik, mindig karácsonyi kézműves foglalkozással kezdünk. Az egy kicsit ráhangolódás az egészre, ott minden korosztály együtt dolgozik, készül a karácsonyra, ajándékokat készít. A szeretet az egyébként ilyenkor mindig emeli a frekvenciát, a rezgésszámot. Ez egy nagyon jó érzés, talán átmenni
egy koncertet meghallgatni a templomban. Szaszker Zsanett harmadik a művész az, aki fog zenélni. Gondolom, az a negyed óra, fél órás program az megint az egy más típus, az nem egy vizuális, nem egy manuális élmény, hanem akkor az most azt meg lehet majd hallgatni. Ez egy újabb érzésszervünkre hat, és ha már az érzésszervnél tartunk, akkor természetesen a karácsonyi és sváb misét követően pedig a szokásos sváb vacsorával várunk minden hozzánk tartozó családot, aminhez változatlanul a Trünkel család, Fejesban család, Strombaja család, Pirisvörösvári svábok és az összes többi hozzánk kötődő sváb barátunk fogja szolgáltatni az étkeket, italokat. És mindez december 20-án és hány órától? December 19-én lesz, ez a jövő pénteken lesz, és hát 16 órakor kezdődik a kézműves foglalkozás, koncert és a mise 18 órakor a templomban, és azt követően 19:30-kor pedig visszaballagva a művelődési házban lehet kicsit a gasztronómiának áldozni. Sok sikert kívánok ehhez a rendezvényhez, a következő évekhez, és köszönöm, hogy beszélgettünk, és boldog karácsonyt kívánok! Hasonlóképpen mind a négyünk nevében boldog karácsonyt kívánok minden hallgatónak és nézőnek!